Üdvözöllek titeket a Horváth Rezidencia csatornáján, ismét jó pár hónap után. 2021. március 6-a van, dél múlott, és igazság szerint itt van most velem LP Mikey, lelátogatott a Halászi fővárosába, és gondoltunk, hogy összehozunk egy ilyen Olli Retz videót, hasonló lenne, mint ami, hát nem most volt, már majdnem másfél éve, 2019. novemberében még csináltunk olyat, hogy kedvenc koncertjeink, top 3 koncert, azon filozofáltunk annak idején, ugye, hogy mely az a top 3 koncert, amire így visszamennénk az időbe, tök mindegy, hogy hány évesek voltunk, tehát tényleg így, hogyha időgéppel visszatudnánk menni kedvenc zenekarunknak egy legendás koncertjére. Ha visszamehetnénk az időben, akkor melyik az a 3 koncert, amire visszamennénk? Függetlenül az előadótól és a korszaktól. Függetlenül a mi életkorunktól adódóan, hogy akkor hány évesek voltunk, tehát egy ilyen időutazós. Így kis, van, és függetlenül a helytől, kortól, az a lényeg, hogy melyik az a top 3 koncert, amire visszamehetnénk az időbe, akkor ott lennénk az első sorban is végig, buliznánk és kecskülnénk. Most pedig egy olyat szeretnénk csinálni. Sziasztok először is! Ez a videó most igazából arról szólna, hogy melyek azok a zenekarok, akiknek mi nem vettünk részt a koncertjén, bármilyen okokból kifolyólag, és amikre még szívesen elmennénk, ha majd ez az egész pandémia elmúlik, meg majd ha lesz lehetőség, és minden visszatér a rendes kerékvágásba, és hát erről szeretnénk most beszélni egy kicsit, hogy hát most kitaláltuk, hogy fejenként 5 zenekart mondanánk. Kellett egy határt húzni, mert tudnánk azért csillagos égig sorolni, hogy kikre mennénk még el, de ez az 5 egy olyan szám, ami szerintem még vállalható. Hát ez a videó erről szólna végül is akkor lényegében. Igen, tehát akikre lehetséges még, tehát azért a realitás talaján maradva, akikre lehetséges ugye elmenni, igen, hogyha majd lesznek majd megint tömegrendezvények. Hát egy bakancslista, egy top 5 bakancslistás együttes vagy előadó. Igen. Na. Ez a videó erről szól. Na akkor Miki, top 5 olyan előadó vagy zenekar, akiknek a koncertjére, tehát akiknek a koncertjén még nem jártál, de szeretnél eljutni. Hát igen, nem sorrendbe fogom mondani, szóval nem annak a sorrendjében igazából, amire legszívesebben nem mennék, hanem ahogy eszembe jut. Persze. Első körben a Muse például, akikre nagyon szívesen elmennék, mert láttam az olimpiai stadionos koncertjüket, amit Róbába adtak, hát az valami elképesztő volt. Ők nem is koncert adnak, hanem egy egész show műsor. Melyik évben volt ez? Nem vagyok pontosan biztos, hogy 13 vagy 14. Aha. De lehet, hogy tévedek. Az a baj, a dátumokkal nem mindig vagyok barátságban. Tehát nem most volt ez a koncert. Igen. Hát hivatalos koncert DVD-jük is van erről a koncertről. És az nekem nagyon tetszett. Egy-két éve, nem is tudom már mikor voltak itt Magyarországon, akkor sajnos nem tudtam kijutni, így utólag nagyon bánom, mert láttam felvételeket róla a YouTube-on, és ez elképesztő koncert volt. Nagyon szeretem a zenéjüket, több kedvenc dolom is van, például a Madness, amit nagyon, nagyon szeretek, vagy például a Time is Running Out, ezek nagyon jó dalok tőlük, úgyhogy ezeket nagyon szeretném egyszer élőben is hallani, úgyhogy a Muse az mindenképp a kancslistán van. Hát a másik, mondjuk a második helyen legyen mondjuk a Nickelback, hát őket is gyerekkorom óta szeretem, mert nagyon sok lemezük van már azért aránylag nekik is. Mondhatni, hogy ma már inkább ilyen rádióbarátabb szívhez szóló dalokat írnak, mondjuk úgy így javarészt, de attól függetlenül szerintem elég kedves a fülnek, ha valaki szereti a zenéjüket.
és elméletileg én is úgy hallottam, hogy minőségi koncerteket adnak. Igen, én is nézegettem felvételeket, és azért tényleg profik ők is, és ezt azért jó lenne élőben látni. Hát tőlük is van több kedvenc dalom, de amit nagyon-nagyon szívesen hallanék így élőben, az a When We Stand Together például, vagy a Someday. Kicsit így nagyon jó lenne ezekre a dalokra bulizni azért, hogy őszintén mondjam. A Nickelback is a bakancs listán van. A harmadik, azt a zenekart lényegében mostanában ismertem meg és kedveltem meg, a One Republic. Ők ilyen, inkább ilyen pop panda, de szerintem tök jó dalokat írnak, és nagyon szeretem a számaikat. Talán az elmúlt fél évben hallgattam a legtöbb albumukat, meg ugye próbálgattam YouTube-on a videoklipeket nézegettem, és tényleg hangulatos, nagyon, nagyon felperzsítik az életet a koncerteken, ahogy néztem. Nagyon-nagyon szeretném őket élőben hallani, hogyha lesz vele lehetőség. Hát tőlük is vannak kedvenc dalaim, de mondjuk az egyik a Love Runs Out, a másik meg a Didn't I, ami azt hiszem 2019-es. Úgyhogy hát remélem, hogy fognak majd jönni a kis hazánkba, és akkor lesz lehetőség ellátogatni az ő koncertjükre is. A negyedik az egy Kin nevű zenekar, őket mint a Muse-t is egyébként a FIFA 07-ben ismertem meg, a tracklistbe ott szerepelt, és a Nothing in My Way című dallal, az volt rajta a FIFA-n. És utána néztem később a munkásságuknak. Ők nagyon-nagyon lágy dallamú zenéket játszanak, és szerintem lehet, hogy nagyon sokatok nem is szeretni őket, de én szeretem az ilyen chillesebb pillanataimban, hogy szívesen berakom pár dalukat, és akkor így szívesen meghallgatom. Egyik kedvencem tőlük a Crystal Ball című dal, annak a videóklipje is szerintem nagyon jó pofa lett és tanulságos, meg hát igazából érdekes. A másik meg most az új dalaik közül a Put the Radio On. Az nagyon-nagyon jó lenne élőben hallani, és rá azt nagyon szépen énekli azért élőben azt is. Azt hozzá kell tenni, hogy akiket így felsorolok, azok mind nagyon jók élőben, ahogy utána néztem, és azért ez nem egy utolsó szempont, hogy ha nem csak úgy krákoga a színpadon, mint egy reketliba, vagy valami, igen, úgyhogy igen, a negyedik az a Kín lenne. És az ötödik, az, hát nem tudom teljesen belőni a zenekarnak a stílusát, de több ilyen drum and bass stílusú daluk is van, az a Pendulum. Nagyon jó dalaik vannak. Például a Witchcraft, az egy nagyon-nagyon jó dal, vagy az Island első és második része. Ezeket így meghallgattam élőben, mármint természetesen felvételen, és ez egy elképesztő, hogy milyen jól szól tényleg így felvételeken keresztül legalábbis, és nagyon-nagyon szívesen megnézném őket is, hogy ez
személyesen milyen élmény lenne, de biztos vagyok benne, hogy nem csalódnék, úgyhogy... Hát remélem, hogy erre is lesz lehetőség, és hogy a munkásságok fog addig tartani, hogy legyen még esetleg itthon esetleg egy fesztiválom, vagy valahol, ahol láthatom őket. Úgyhogy hát nekem ez az öt zenekar az, akiket így megnéznék. Reméljük, hogy minél hamarabb sor kerülhet egy újabb kecskülésekre ilyen zenekarok mellett. Hát reméljük, az lenne a legjobb. Na, Tomi, és akkor a te öt olyan bandád, akikre elmennél, kik azok? Hát én is most a rangsort azt így tetszőlegesen, így most mindegy, melyikkel kezdeném. Az első, amire már régóta el szerettem volna menni, és lett is volna rá lehetőség, de nem mentem, az a Green Day nevű zenekar. 2017-ben, amikor a Soponyi Volt Fest-re jött ugye a Linkin Park, hát nyilván mi, mint nagy hardcore LP fanok, ugye arra voltunk rákecskülve, meg stb. És az egyik Linkin Parkos cimboránk, a Chrisos volt is, a paplászóba adtak azt hiszem egy egész est, és azt hiszem talán 3 órás koncertet adtak. Igen, tehát ők az a zenekar, akik már tényleg régóta a pályán vannak. Jó, most már ők is inkább rádióbarátabb slágereket adnak, meg nem olyanok ők sem, mint régen, ezzel szerint én is tisztában vagyok. Sokan tisztában vannak ezzel, de amíg én azt mondom, hogy aktív a zenekar, és még a mai napig még tényleg még albumokat adnak ki a kezükből, és ők mindig koncerteznek, ezt a fasság időszakot leszámítva, ezt a old időszakot, ami most van, mindenféleképp el szeretnék menni rá, mert ők azok a zenekar, akiknek a zenéjén még fölnőttem a Linkin Park, Limp Bizkit mellett is. És igen, tehát még a 94-es Dookie lemezt is még, meg a, nem, tehát igen, tehát az American Idiot lemez előtt még azért gyártottak azért még minőségi zenét. Tehát egyszerű punk rockból ilyen slágerbarát rock zenét, de szívesen megnézném őket tényleg. Úgyhogy ők lennének az egyik. Van olyan egy vagy két kedvenc dal, amit szívesen hallanál is tőlük? Fú, hát az amit nagyon imádok, ilyen top, de az egyik a Basket Case, uh-huh. A Dookie lemezről. Másik pedig talán a Blover the Broken Dreams-et is mondhatnám, ilyen, az kb. Az akkora egy ilyen túl hype-olt dal, mint a Linkin Park esetében a Numb, ugye? Pedig írtak annál sokkal jobb dalokat is. De hát ha neked a személyes kedvencek között van, akkor azzal hát, nincs gond. Igen, az úgy... Hát emlékszem, sose felejtem ezt, amikor még a videóklipet is hányszor nyomták annak idén a Viván, amikor a Linkin Park klippeket is vártam még. Meg talán még a Welcome to Paradise, hogyha nem mondok rosszat, így van, így kedvenc dal tőlük. A következő zenekarnak, hát nyilván egyértelműen azt mondom, amire már megvan a jegyem, és 2020-ban lett volna ugye júniusban Budapest Parkban koncert, de nem jutottam el a Deftones nevű zenekar. Na, ők azok a zenekar, akiket nem lehet senki máshoz hasonlítani. Tehát a New Metal érába kezdték a pályafutásukat, a Korn mellett, tehát egy évvel a Korn első albuma után adták ki ők is az első lemezeiket, a mai napig még zenélnek, adnak ki albumokat, koncerteznek is. Nyilván persze az énekesnek a hangja már nem olyan, meg úgy hallottam, hogy élőben nem annyira meggyőző, mint eltudom a stúdió felvételeket, de ennek ellenére nekem a New Metal zenekaroknak a képzeletben egy bakancsisten ez a zenekar szerepel, és olyan körülbelül 5 éve kezdtem el így az összes stúdió albumokat, meg a diszkográfiukat így véghallgatni, és tényleg olyan zenekar, hogy rétegzenének mondanám, amit már csinálnak,
mondjuk ott kedvenc dalt, azt nem is mondtam, mondjuk ott a My Own Summer-t mondanám, amit a Linkin Park is feldolgozta. Egyik ilyen nagy best of, talán a másik még a Change. Az egyik legkultikusabb a White Pony albumról. Harmadik ilyen zenekar, akikre szintén nem tudtam eljutni, és ez egy kicsit ilyen rendhagyó lenne, az a Static X, mert ugyanis ugye tudjuk, hogy sajnos ugye az énekes Wayne Static az 2014 novemberében elhunyt, és igen, én is ugye az a véleményem vagyok, Linkin Park rajongóként, és Linkin Park és Chester nem lehet senkire sem pótolni, ahogy a Static X-be sem lehet a Wayne Static énekes senkivel sem pótolni, viszont annyival érzem másnak ezt az egész szituációt, hogy Static X soha nem járt Magyarországon, tehát nem is volt nekünk magyar embereknek lehetősége arra, hogy elmehessen az ő koncertjükre még a korábbi érából. Biztos itt a szomszédos országokban voltak, azt nem tudom. Én nagyon szeretem a zenéjüket. Industrial metalként indultak, de ők is a New Metal érában még 99-től kezdődően hivatalosan. És rendben van, a beugró énekes, én azt mondom, hogy meggyőző. Jó, igen, ez most ez egy kétes dolog, hogy most igen, hogy ugyanúgy próbál felöltözni az eredeti énekes, de szerintem akiknek nem volt lehetőségük elmenni egy Static X koncertre, nem csak a nosztalgia faktor miatt, és néztem élő felvételeket, meggyőzőek. És tiszteletem méltóan adják elő a régi dalokat, szóval ilyen szempontból nekem minden tiszteltem a zenekaré. És akkor kivétel erősíti a szabályt végül. Pontosan, tehát ők az a zenekar, akit tényleg én azt mondom, még így is élőben megnéznék. Uh-huh. Egyrészt nem láthattam őket előtte, és tényleg kurvára oda teszik magukat. A Static X esetében nehéz két kedvenc dalamat mondani, nehéz egyébként, mert nagyszerű albumaik vannak, szinte egytől egyig, viszont az első album első dala, a Push It, az akár szallgatom, úgy bekecskülök tőle, meg annyira energikus dal, hogy tehát tényleg olyan, mint a Linkin Park esetében a Paper Cut. Szinte. Én ezzel tudnám párhuzamba hozni. A másik pedig az, amit legelőször nagyon sokan ugye a Static X-et ezáltal ismerték, meg a Need for Speed Underground, a 2003-as Need for Speed-nak az egyik betétdala, a The Only. És az is a 2003-as Shadow Zone lemezről van, úgyhogy az lenne még a másik kultikus dal tőlük, ami kedvenc. Negyediknek én nagyon szívesen elmennék egy Eminem koncertre, mert lehet, hogy azt sokan nem tudták eddig, de ugyanúgy Eminemnek a zenéjén nőttem fel már kiskorom óta. Hát kiskorom, jó, amikor Linkin Parkkal így barátkoztam, akkor így elég sok ilyen feka hip-hopot hallgattam, és ugye köztük volt ugye a Nagy Kakukk Tojás és a Nesvik csoki golyók között az egy fehér golyócska, ott volt Eminem. Igen, nem értettem a szövegét, stb. Most sem lehet érteni, hogy miről rappel, nyilván az embernek utána kell nézni a dalszövegeknek, de ettől függetlenül egy kibaszható előadóról beszélünk, aki tényleg így a semmiből építette fel a karrierjét. Jó, igen, Eminem az mostanában, hogy láttam a koncerteket, tehát hogy például a legkultikusabb dal, a Lose Yourself-et ilyen fél playbackbe előadva, nekem kurvára nem meggyőző, és Eminemet szinte nincs olyan ember, aki nem ismerné kb. Eminemet. Tehát ez gyakorlatilag a Linkin Park esetben, hogyha meghallják, akkor nem is hallgatta az ember, de úgy tudja, hogy ő egy rapper. Igen. Tehát egy amerikai rapperről beszélünk, és attól függetlenül, hogy ő sem már olyan, mint régebben, én nagyon szívesen meghallgatnám élőbe. Opportunity comes once in a lifetime. Soldiers came,
soha nem járt itt Magyarországon, de amíg a szomszédos országba eljönne, jó, csalódnék, ha egy fél playback koncertet adna, de nyilván, amíg nem látom élőbe, hogy milyen lehet ezt a Slim Shady-t látni, addig nem ítélem előtt ezért, mert nyilván, hogyha élőben hallom, akkor másabb lenne, úgyhogy Eminem az mindenféleképpen az ő zenéjén nőttem föl. Lose Yourself az egyik legkultikusabb dal, az egyértelmű, a 8 mérföld, meg a fő betét dal, a másiknak nem is tudom, hogy melyiket mondanám, talán a 2002-es Eminem Show albumról talán a Business-t, ami nem videóklipes dal, de azt mindig is imádtam hallgatni. Az is egy ilyen fölpörgetett annak idején nagyon sokszor, de nem azért, mert fölpörgetett, de azt is jól lehetett hallgatni. Közben ezt a kurva jön. Na. Szóval akkor ötödik előadó ki lenne? Ötödik, Akira Yamaoka, ő egy japán zeneszerző, soha nem járt még itt nálunk Magyarországon. Ő igazából egy videójáték sorozathoz, a Silent Hill nevű túlélő horror franchisehoz írta a dalokat, meg zenélte is föl. Egy kurva jó zeneszerzőről beszélünk. Sokan nem ismerik egyébként, nyilván, mert aki nincsen benne ebbe a világba, az nem hallatta a nevét, de tehát 90, és szigorúan én csak azt az érát veszem alapul, amikor az eredeti japán Silent Hill fejlesztő csapatnál írta a zenéket, mert én azokon a videójátékokon is felnőttem. Igaz, hogy 18 pluszos játék, én meg 13-14 évesen még nyomtam velük, de mindegy. És de azóta még eredeti zenei CD-t is beszereztem a második részéből, és nem is tudom, hogy tehát ilyen művészi zene, tehát hogy megírja ugye az adott játékbeli jelenetekhez, meg szituációhoz ugye az atmoszférát, olyan, mint egy filmhez írnának ugye egy... Betét dal. Persze, betét dalokat. Van depresszív, van melódikus, van tényleg ilyen lassú, baladai jellegű, ilyen hátborzongató effekteket is felhasznál, és egyszerűen élőben van is egy olyan dal, amit egy nő énekel. Egyébként általában én női előadókat én nem szívesen hallgatok, de azt a dalt, amit ez a Mary Elizabeth McGlynn nevű nő előad Akira Yamaokával, a You're Not Here című szám, a Silent Hill harmadik részének a beték dala volt, az nekem egy rohadt megkatalzis benne érőbb, és visszarepítene 2004-ben, amikor először így elindítottam a játékot, és akkor mindig így a főmenü előtt ez a zene szólt meg. Az lenne az egyik, a másik pedig a Silent Hill 2-ből a Team of Laura című betétdal. Ez eszméletlen jó, hogy az a dal fel van építve, és igazából ezt nem lehet szavakkal elmondani. Szóval igen, élő koncertekben ő is ad egyébként ilyen bulit, hogyha előtte volt, és talán a legközelebbi hely, ahova eljutott, amit tőlünk között, talán Németország, ahol még föllépett. Úgyhogy hát, hogyha olyan lenne, én komolyan mondom, én egy Akira Yamaoka koncert miatt én Németországig is kimennék, mert kurvára nagy élmény lehet, ilyen szimfonikus zenekarral, meg ugyanúgy egy gitárosokkal, dobossal, meg egy énekessel ezt az előadást úgy meghallgatni, hogy háttérben pedig amelyik zenének a betét dalát adják elő, az adott játékból azt a jelenetet is vetítik ki az vászon. Tehát tényleg egy, amit te mondtál, amik egy show műsort ad. Tehát jó, kurva hangzik. Jó. Egy nosztalgia bomba lenne számomra az egész. Igen, ez nagyon jó hangzik. Na, hát ez lett volna a mi listánk. Sétálunk vissza a Korzához. Nagyon szépen köszönjük a Piroskához, igen. Nagyon szépen köszönjük, ha megnéztétek ezt a videót, ha esetleg tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, vagy egy diszlájkot, fejezzétek ki tetszéseteket, vagy nem tetszéseteket. Úgyhogy mi most elköszönünk innen Bajáról, a Halászli fővárosából. Legyetek jók, és a linkin legyen veletek. Sziasztok!